Köszöntöm Kezdőkör című sportmagazinunk nézőit. 8 gólos vereséget szenvedett a Békés Csabai Előre NKS-e a női kézilabda NB1 második fordulójában vasárnap. A csabai kézilabdázók hazai pályán fogadták az előző idényben negyedik helyen végző, európai kupában is érdekelt Vác együttesét. Lassan kezdte a mérkőzést mindkét csapat, a Vác a 10. percben 5-2-es vezetést épített ki. A folytatásban keményen védekezett a fehérmezes hazai együttes, amely a 22. percben 8-6-ra lépett meg ellenfelétől. Jobban hajrázott a sötétmezes vendégegyüttes, így 13-10-es váci vezetésnél fordultak a csapatok. A térfél cserét követően jól kezdett Herbert Gábor együttese, amely a 36. percben már 7 góllal vezetett. Nem sokáig tudta megtartani előnyét a vendéggárda, a Békés Csaba a 46. percben 20-17-re zárkózott fel riválisához. Pap Bálint együttese azonban ennél közelebb nem jutott a Váchoz, amely végül magabiztos 28-20-as győzelmet aratott. Nagyon örülök, hogy a kezdeti bizonytalanság, mert ugyan vezettünk 5-2-re, de voltak a védelemben olyan meg nem értések, ami nem tetszett. Utána szépen az első félidő végére, illetve a második félidőn szépen rendeztük a sorainkat, és meg tudtuk akadályozni azokat a dolgokat, ami a Békés Csabának az erősségei. A Vác 2 győzelmével a 3. helyet foglalja el az első osztályban, míg a Békés Csaba 2 vereségével az utolsó előtti pozíciót tudhatja magáénak. Nem tudtunk az ellenfélnek a támadó játékában, a két meghatározó játékosával mit kezdeni, elő pedig utána, amikor fáradtunk, rossz döntéseket hoztunk, elbizonytalanodtunk, zicsereket hibáztunk, és ezt rendkívül jó használta ki a Vác, és abban a momentumban érettebb csapat volt, és ezt kihasználta. És sajnos nekünk ugye csak a küzdés jutott, az mindenféleképpen dicsérendő, de ebben az osztályban csak küzdeni nem elég, kézlabdázni is tudni kell. A Békés Csabai Előre NKS a legközelebb szeptember 24-én 18 órától lép pályára, amikor a 10. helyezett Albafehérvár együttesét fogadja hazai környezetben. 7 év után játszott újra tétmérkőzést Békés Csabán a magyar női röplabda válogatott szombaton este. A nemzeti csapat ugyan a mérkőzés előtt már kivívta a jövő évi Európa-bajnokságon való részvételt, a portugálok elleni összecsapásra így is rengetegen voltak kíváncsiak. Pénteken délelőtt a városi sportcsarnok edzőtermében tréningeztek a magyar női röplabda válogatott tagjai. A játékosok az utolsó Európa-bajnoki selejtező mérkőzésre készültek, amelynek már nincs nagy tétje, hiszen már korábban eldőlt, hogy a nemzeti csapat ott lehet a jövő évi kontinens viadalon. Nagyon örülünk neki, ez egy nagyon nagy siker, hiszen 2015 óta folyamatosan ott tudunk lenni az Európa-bajnokságon. Én nagyon örülök neki, számomra különösképpen, hiszen nekem ez lesz majd az 5. alkalom, hogy ott lehetek. A válogatottban több Békés Csabai kötődésű játékos is szerepel, hiszen Szedmák Réka, Szakmári Gréta és Petővári Panni korábban a BRS-e játékosai voltak, míg Bagyinka Fanni és Pintér Andrea jelenleg is a viharsarkiakat erősíti. A csapat Ukrajna ellen idegenben is vereséget szenvedett, így az már biztos, hogy a második helyen zárja a selejtező csoportot. Sajnos a második mérkőzés nem úgy sikerült, ahogy ezt terveztük. Sok hibával is játszottunk, de próbálunk ebből is építkezni, hiszen megnéztük azért videón is, és hogy próbáljuk a hibáinkat kijavítani, illetve teljes mértékben úgy gondolom, hogy a kommunikáció is, és az a tényleg a csapat egységnek köszönhetően ezen túl fogunk jutni. Mintegy 1600 néző előtt lépett pályára a Békés Csabai Városi Sportcsarnokban a magyar női válogatott az EB-selejtezők utolsó mérkőzésén Portugália ellen. Az összecsapás első pontjait ugyan a vendégek szerezték, a fehérmezes hazai együttes hamar fordított és 3 pontos előnyt épített ki. A folytatásban is a mieink irányították a játékot, és 18-11-re léptek el a portugáloktól. 8 szettlabdához jutott Andreas Vollmer csapata, amely végül 25-16-ra megnyerte az első játszmát. A második játék részben 8-8-ig fejfej mellett haladtak a csapatok,
de a folytatásban egy 4-0-ás magyar sorozat következett, és hiába az időkérés, rövidesen meg is duplázódott a különbség. A szett hátra lévő részében is a magyarok irányítottak, akik 25-17-re megnyerték az etapot. A harmadik játszma 3-0-ás portugál sorozattal indult, azonban 8-nál egyenlített Magyarország. A szett közepénél átvette az irányítást a házigazda, és 18-12-re ellépett ellenfelétől. A játszma végén még kozmetikázott az eredményen a portugál válogatott, végül a magyarok 25-17-re megnyerték az etapot és 3-0-ra a mérkőzést. A csoportból Ukrajna mellett Magyarország jutott tovább a jövő évi Európa-bajnokságra, míg Portugália a harmadik, Ciprus a negyedik helyen zárta a selejtezőket. 1-0-ás vereséget szenvedett a férfi labdarúgó MB2 8. játéknapján a Békés Csaba 1912 előre. A csabai labdarúgók a Budafok otthonában léptek pályára vasárnap. A fehérmezes Budafok jól kezdte a találkozót, hiszen már a második percben zicserbe került, de Németh Márió 7 méterről fölé lőtt. Az első 10 percben további két nagy helyzete volt Némethnek, azonban a csabai a kapusa előbb közeli fejesét, majd távoli lövését is bravúrral hárította. A hazaiak támadójátéka a 39. percben gollá érett, amikor egy baloldali beadás után Adorján Krisztián 7 méterről a kapuba fejelte a labdát. A Békés csabaiak első helyzetére 52 percet kellett várni, amikor Puskás Gábor kisodródott helyzetből kapu fölé lőtt. 3 perccel később ismét a Budafok veszélyeztetett, de Tislel Patrik lövését Bukrán Erik védte. A hazai együttes a 66. percben közel állt az újabb gólhoz, azonban Kovács Dávid szabadrugását védte a csabai kapus, így maradt az 1-0-ás végeredmény. A Békés Csaba második csapata vasárnap a dobogós Putnokot fogadta hazai pályán az NB3 keleti csoportjának 8. fordulójában, amely találkozón a kékmezes vendégek hatékonyan kezdtek, hiszen már a 12. percben megszerezték a vezetést, amikor Sramko Ronald remek átadását követően Galacs Erik volt eredményes. A Putnok a 32. percben megduplázta előnyét, Galacs ezúttal gólpasszal jeleskedett, középre tett labdáját az éppen neki asszisztot adó Sramko lőtte be a kapu bal alsó sarkába. A második félidőben próbálkoztak a csabaiak, a 75. percben Nádimov Norbert kezezése miatt 11-eshez jutottak, ám Varga Tamás büntetőjét Pápai Krisztián hárította. A 89. percben ismét 11-eshez jutott az előre, amikor Nemes Milán buktatta Vargát. A büntetőt a csapatkapitány Babinyec Balázs értékesítette, amivel kialakult a 2-1-es végeredmény. Az elmúlt héten megtartották az idei első sporthétfőt Békés Csaba főterén, amely része volt a röplabdázás hete programsorozatnak is. Ezúttal 3 hétfőn 44 sportklub 35 különböző sportágat mutat be a Szent István téren. Most hétfőn végre megtelt fiatal sportolókkal a Szent István tér, miután az előző két sporthétfőt az önkormányzat kénytelen volt elhalasztani az esős időjárás miatt. Ebben az évben a téren felállított nagy színpadot is igénybe vehették a sportegyesületek. Nekem már ez a sokadik alkalom, nem is tudom, hogy hanyadik. Én nagyon örülök, hogy van ez a kezdeményezés a város és a klub részéről is, meg hát a csomó sport, hogy itt kint van, szerintem nagyon jó hangulatú, és nagyon jó lehet ez a fiatalabb korosztának, aki esetleg most vár a sportot, kijön ide és látja, hogy ilyen jó hangulatban ennyi sport itt megmutatkozik. Én nagyon élvezem személy szerint, örülök, hogy itt találkozhatunk a szurkolókkal és az utánpótlás játékosokkal, mert így egy kicsit közelebb érezzük magunkat hozzájuk. A legnagyobb létszámmal a BRS-e képviseltette magát, hiszen ez volt a röplabdázás hetének első programja. Mi sportágunk egy pattintásos sportág, tehát itt a gyerekek nem birtokolják a labdát, illetve a játékosok nem birtokolják a labdát, ami adja a nehézségét, illetve a szépségét is ennek a sportnak. Nyilván itt az első időszakban nagyon fontos az, hogy a gyerekekkel foglalkozik az ember, akkor inkább arra azokra a játékos testnevelési, vagy testnevelő gyakorlatokra fektesse a hangsúlyt, amivel megszeretteti a sportágat, mert később igen monotonná tud válni.
A Békés Csaba Labdarúgó Akadémia az U11-es korosztállyal mutatkozott be az érdeklődőknek. A gyerekek között volt olyan, aki most nyáron csatlakozott az egyesülethez, ami jól mutatja, hogy ebben a korban még éppen nem késő komolyabb szintre lépni. Régóta focizok, kiskorom óta szeretem ezt a sportot, de igazából mostanra tetszett meg annyira, hogy egyesületbe tudjak járni klubokba. A Sporthétfő programsorozatot 2014 óta minden esztendőben megrendezi a Békés Csabai önkormányzat. A sportszervezetek az évek folyamán megszerették az utánpótlás bázis növelését segítő eseménysorozatot, mivel így megszólíthatják a fiatalokat. Minden évben idén is kijöttünk erre a rendezvényre, hogy a labdarúgást, illetve az akadémiánkat népszerűsítsük, és hát remélhetőleg újabb gyerekeket tudjunk bevonni a rendszerünkbe, megismertetni velük az akadémia működését, maga az egész klub működését, és hogyha sikerül egy-két tehetséget becsábítsunk, megszerettetni vele a sportunkat, akkor már megérte, hogy itt vagyunk. Ebben az évben még két sporthétfő lesz, szeptember 12-én és 19-én, szintén a Szent István téren. Az idei három alkalmon a város 44 sportklubja 35 különböző mozgásformát mutat be. Ennyi fért bele heti összefoglalónkba, tartsanak velünk jövő héten hétfőn is. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!